Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Kértétek, jöjjön Mesa 2020-ban. Srácok, hogy őszinteleg tényleg ideje volt már egy Mesa 2020 videónak. Jó magam is elhanyagoltam ezt a frémet már egy jó ideje. Régen, nagyon régen, amikor a Mesa Ulti a, másodlagos fegyvertől függött, akkor volt még az az idő, amikor magasabb survivorokra vittem, mert hogy annyira OP volt az Ultia, és mindenkit ledorált ráadás. ugye régen annyira kényelmes volt a Meso Ultia, hogy afk el, mert automatikusan történt, benyomtad a négyest, lelőtte a pályát, netezgettél, boldog voltál, és idő alapú volt, nem energiafogyasztás alapú mm. És mivel, hogy a játékosok igencsak kihasználták ezt, tényleg azt csinálták, bim, bekapcsolták a mesoultet, leültek nyaralni, netezgettek, videózgattak, mikor lejárt az idő, újra kapcsolták, nagyon OP volt nagyon OP volt, és nagyon-nagyon nagyot is sebzett, ami azóta is igazából megmaradt, de amin változtattak ugye az idők során, az az, hogy az ultia energia alapú lett, és nagyon éhes lett, szóval nehéz fenntartani az ultiát a mesának, szükséged van valamire, ami folyamatosan energiát biztosít, vagy egy trintire, vagy egy árkén enyönzsázsra, vagy egy rehedli uh, energiatörtőle már, hogyha ultira bildez. Mivel, hogy a mesát ultira lehet bildelni, Survivorra lehet bildelni, a kettő kombinációjára lehet bildelni, akkor uh, egyes modokat kicserélhetsz más modokkal, de ugyanazt a hatást tudod elérni, azokat a modokat aztán újra lecserélheted, és Jézus Mária. Szóval a karakter nem egyszerű. Fogunk most beszélgetni. Át fogunk menni a képességein, kitérve a lényegesebb dolgokra, amit érdemes megjegyezni. Nem fogunk túl mély részletekbe belemenni arról, hogy hogyan működnek ezek azok a dolgok, viszont rá fogok világítani egy-két dologra, ami amit fontosnak tartok a mesával kapcsolatban. Továbbá ugye beszélgetünk arról, mert hogy megengedtem magamnak, hogy kitaláljam azt, hogy gondolom az ultiára vagytok kíváncsiak, és hogy meddig képes egy defense elmenni. Hát voilà, Szefini, megint csak úgy jártunk, ahogy a warframe ez tipikus volt, meghalt a pod. Kettő lövésből belehalt a pod mire észbe kaptunk, tehát od, arra se volt időnk, hogy odaérjünk a podhoz, a podnak az új helyzetébe, mert szeresen voltunk, a podnak az új helyzetébe kipislogott egy majdnem 300-as és ennyi volt a pod élete, látni fogjátok a videóban. És miután beszélgettünk hogy az ultjára, és láthatjátok, hogy magas szinteken is becsületes damage-et csinál az az ulti, sőt, szerintem még fokozhattam volna is egy-két bizonyos dologgal, de a csapat nem olyan összeállításban volt, ami a legoptimálisabb egy defense-re, hogy így mondjam, ugyanis mellettem volt egy protea, ami mondjuk a síltöltés és energiatöltés, élettöltés szempontjából rendben volt, és egy nidus, ami a podért lett volna felelős, <coughs> Uh -huh. uh, és én még leraktam a különböző uh, spektereket, köztük egy spektert is, ami nagyon ügyes volt talán ügyesebb, mint a nidús, mert mindig lerakta ugye az élettöltő kis buszjait, és akkor azt töltötte a podot is. Na mindegy, minden esetre a lényeg az, hogy nem a legoptimálisabb csapat volt, de így is rendben volt, mert azt szerettem volna megmutatni, hogy a Mesa Ulti működik nagyon magas szinteken, és nagyon is jól működik, és nagyon gyorsan és effektíven tudja leölni azokat az ellenfeleket. Továbbá a következő fókuszom volt, hogyha véletlenül kitörölnéd az összes Warframe edet a Warframe Accountodról, akkor öm, és csak a mesa marad meg, és kénytelen vagy a mesával csinálni minden más küldetést, akkor hogyan érheted el azt mondjuk, hogy egy survivor ön 400-as enemik között mászkáljál. Arra is láttok majd Gameplay példát. Oké, okay. az egyes képessége a mesának hasznaváltatlan. Taktikailag lehetne használni némileg. Azt csinálja, hogy elnyomod, összegyűjti a damage a fegyvernek, amit kiadsz, majd utána újra elnyomod, ezt az összegyűjtött damage-et kiadja. Bla, 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 next please. Itt is látszik, hogy a mesa némi szeretetet igényel a Digital Extreme részéről. A következő képessége, ugye a kettes képesség, a shooting elérés, itt kezdődik valahol, ahol a mesa Meselnek a túlélhetősége már megindul. A Shooting Gallery kérem szépen megakadályozza az enemiket, hogy lőjenek rád, azokat pedig, akik milíznének, összezavarja. Továbbá, némi buffot ad. Nem túl sok buffot, csak 25%-os buffot, amire hatnak az erőmodok. Szóval, hogyha 200%-ra emeljük a damage-ét, akkor kapunk egy laza 50%-os damage-et, amire rájönnek még a különböző árkénbuffok, buffok, -ok, rájönnek még a különböző warframe más buffjai, és érdekes módon például a Nidus linkje, a Nidusnak a képessége nem működik az ultival, de működik a kettes képességgel. De, ez jó ki van találva, igaz? Szóval akkor is akaratlanul a Nidus 3-as uh, képességevel felbúztolod a másik képesség, és a másik képesség búztolja az ultit. Na. De mindenféle Warframe buffok működnek uh, a mesán. Ha, uh, szóval, még egyszer, lefegyverezi az enemiket, továbbá uh, ugye egy kis damage boostot ad uh, a képességeinek mindegyik képességnek. 3 képesség, és itt jön a legnőbb zavar a mesával kapcsolatban, a 3 képesség 95%-os damage reduction-t ad. Na de jön a, az ugrató, ugye. Bár van 95%-os damage és az rohadt jó a warframe egy probléma akad. Mesa csak a berüpülő golyók ellen véd meg. Tehát mindentől megvéd, amivel rád lőnek. Viszont, nem fog megvédeni semmiféle területi demistől, aura, aura demistől, ami például a lécsekszimuszoknak van, tűzfaltól, mindenne, minden, ami területen demigel és nem golyónak hívják, alba a mesa bele fog halni, mert 100%-osan nyeli el azt a damage -et. Szóval 90% fasza, de csak arra, amit rád lőnek semmi másra. Semmi baj, mert erre is mutatok nektek egy megoldást igazából. Szóval ulti képessége, hölgyem és uraim, ugye a legfontosabb tudnatok kell, hogy az ulti nak a damage bónuszai, amiből elég sok van, összeadódóan növekszenek meg a damage -el. Szóval nem felszorzó damage van, hanem összeadódó damage van. Van belőle egy jó pár, kérlek, maradjon ki a sorozásból. A lényeg az, hogy Elég jól megbúztolja azt a bizonyos demidzset, és nem közel olyan jó, mint régen, de még mindig nagyon jól meg tudja búsztolni. Amire ügyenletek kell, az az, hogy a megfelelő modokat tegyetek bele a regulátorba. A regulátorba, és az ultiának a pisztolyba, ezek a modok lesznek például hatással, és ennek utána nézhetsz a Viking, mert pontosan ugyanazokat fogom elmondani, és hasonlókat fogtok látni az én regulátoromba is nem nagyon van értelme más modokat tenni, mert ettől, ezektől lesznek erős, ettől lesz erős a mesa ultia. most akkor ugye megint mondom, másodlagos fegyver modok fognak belemenni, de olyan modokat rá kell gondoljatok, ugye, mint a sima egyszerű damage modok, mint a Hornet Strike, sima egyszerű um, Physical, uh, fizikai damage modok, mint például amik növelik a slash damage-et, amik növelik az impact damage-et. Uh, damage az elementál modok, azokat is felboztolja uh, a Mesa Ultia, mint például ugye a, 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 a hited charge, a pathogen rounds, uh, és úgy természetesen az elementál státusz kombináció modokat is uh, felerősíti, ami, ami nem rossz, mert gyorsabban okozó státuszt az ellenfélnek, mivel hogy uh, csak um, 10% státusz esélye van a Mesa ultiának, az nem túl sok, de viszont ön geci gyorsan lő, hogy mindenképp rá fogja nyomni azt a státuszt, azt hiszem, mire észbe kapsz már egy 10-es státusz van azon a szerencsétlen is és instant tölted, tölti el az életét. Ezért nem nagyon szoktak használni státusz-elementál kombinációjú modokat a Mesa ultiában, hanem inkább a, a full 90%-os elementál damage modokat. Uh, akkor ugye a kritikus esélyt növelő modok uh, belemednek, a multishot modok, ezek mind felerősítik, a status chance modok, ezek is mind felerősítik, és a fire rate is felerősítik, fire rate modok is felerősítik, a felerősítik, hát uh, elérik a hatásokat a, uh, a mesának az ultián. Szóval nagyjából mindegy, mit pakolsz bele a másodlagos fegyvereidből, de belemegy, az kész. Jó? Um, ez a lényeg. Na most, hogy mindezeket letárgyaltuk, ugye a mesa mondalásáról gondolhatná az ember, hogy valá voilà, Sefini, kész is van, és itt mondtam azt, hogy a meser talán ráférne egy kis szeretet. A, főleg a hármos képességét tekintve úgy gondolom, hogy a 95%-os Demid Rejection az lehetne mindenre, nem csak a bejövő golyókra, mert ez megakadályozza azt, hogy a mesa, mesát válaszol az ember egy uh, Survivorre, mert tudom, hogy mindenki, aki Warframezik, valójában mesával szeretne menni uh, egy Survivorre, mert hogy uh, sokkal jobb, mint bármelyik másik karakter például jobb, mint egy Inaros, és tudom, hogy mesával szeretnél menni Survivorre. Jó, én tudom. Na, um, Szóval, ha mindent megakadályozna a hármas képessége, ha tetszik, hanem ez a karakter erősebb lenne, mint a kroma, mint a valkér. szóval olyan, olyan szint túlélés lehetőséget lehetne neki adni, mint az állat. Amint láthatjátok, azért itt a nagyon-nagyon sok szintű enemik közel is, tehát már meg, megél boldogan a mesa, addig a pillanatig, amíg valami AOE damage-et, területi damage-et be nem kap, vagy meg nem lövik tűzzel, aminek területen sebez, akkor a bombard robbanása, vagy földbe csak mellette egy, ro egy bombard, elesel, az is damage egy tűzfal, egy Eximus unit minden. Minden ilyesmi hatékonyan. De ami, amíg ez, ez, ezek távol vannak, ami tudsz úgy taktikázni, hogy támoltasd magadat, magadtól ezeket az enemiket, eh, akkor nagyon boldog leszel. És természetesen ebben a csapatod is, tehát a csapat, akivel voltam, egy kiváló csapat volt, eh, volt egy Trinity, akitől meg megkértem, hogy ne használja az ultiát, és igyekeztem minél távolabb maradni tőlük, hogy látszódjon az, hogy, hogy, nincs szükség a Trinity ultiára az, hogy életben maradjon, és volt velünk egy kora, aki felelős volt ugye, azért, hogy életben tartsa a kuva supportot, e, hogy, mert hogy kuvát formatunk, és alapvetően a crowd control megadja azt egy kicsit, de vagy eltévedtem tőlük nagyon messze távol, de nem, nem figyeltem a játékra, leragadtam, minden ellenfél körülöttem volt, de az a lényeg, hogy nagyon sokszor kijön a videóból az, hogy rég halottnak kéne lennie a mesának, de kurvára nem halott, mert bírja addig a pillanatig, amíg, amíg tényleg be nem jött egy olyan ellenfél, ami területre is sebzett, és nem csak golyókat lőtt ki. Hölgyeim és uraim, tudom, hogy erre vártatok, és most beszélgetni fogunk a modolásról, és sok-sok Sokfélét fogok mutatni, lehet, hogy nem sokfélét, de változatosakat, olyasmik, amik uh, furcsák is lesznek, de mégis működőképesek, sok mindent fogtok látni a mesáról, és természetesen elárulom azt, hogy én mit használok általában mindig. Prime-ot fogtok látni, illetve sima mesát is uh, fogtok látni. Történetünk és modalási technikáink a Sima mesánál indul, és rohadtul röhögni fogtok, és uh, szzi, hogyha nézed a... Ezt, megnézed ezt a videót, eljutsz a végére, olyat fogsz röhögni, hogy beszarsz, mert hogy kitérünk oda jó. Szóval, az első modalás, amit szeretnék mutatni, uh, Sima mesa Prime-ról van szó, és itt járunk. Ez volt az a modalás, itt, amit itt láttok, amit most ebben a videóban is elvittem. 200 plusz, majdnem 300-as enemikig legalábbis, ugye addig, ameddig a podot le nem lőtték. Sima nagyon egyszerű, 214%-os erő bőven elég, Arcane Energy az az energiáért, Arcan Guardian némi túlélhetőségért, természetesen, és minden más arra rámegy, hogy növeljük azt a bizonyos damage-et. 2 képességre nem feltétlenül van annyira szükség, jó, ha ott van, de nem feltétlenül van annyira szükség, mert ez egy csapat alapú build, amit azért viszel, mert lesz, aki megmenti a seggedet, felszed, hogyha elesnél, életben tart, és a többi. Ez arra készült, mész, ez Természetesen sokkal nagyobb demigyet is ki lehet oda tenni. Öm, hogyha szeretnél 300%-os demigy fölé menni, akkor oké. Okay. Csak viszont nem mindig számítok egy ilyen energitöltő rabszolgára, hogy legyen mellettem, így aztán ö, meg kell gondolom az energiafogyasztás is, így ezáltal az ultim csak 656-ot fogyaszt. Öm, másodpercenként, ami nagyon baráti, Egymásra esetében ezért nem magasabb energia, mert akkor a blind rage-et kellene használnom, és így inkább kevesebb fogyasztás érdekében. Uh, nem használok blind rage-et, viszont hát láthatjátok a videóban mennyire tud uh, darálni. A következő modolás azoknak van, akiknek nincs speckó, übe speckó módjaik, ezért egy könnyen elérhető modolásról van szó. Oké, okay, szóval magas range, kevés erről nem ultizni fogsz, túlélni fogsz. Ez egy survivor modolás azok számára, akik nem akarnak túl drága dolgokat költeni erről uh, a mesének a modolására. Oké, okay, tehát lehet ettől jobbat, többet is. Oké, okay, szóval so a quick thinking rage, quick thinking megakadályozza a halálos sebzés, rage visszatölti az energiát, over extended és stress kombináció, hogy a kettes képesség minél nagyobb területen hason 40 méteres rádiusz a kettes képességnek fantasztikusan megakadályozza az enemiket, hogy rád lőjenek. Továbbá, hogyha ez még nem lenne elég, akkor hölgyem és uraim, itt van a staggering shield nevű augment mondja, ami a hármas képességből egy kettes képességet varázsol. Szóval azon kívül, hogy a hármas képesség megvéd a bejövő golyóktól. A golyókat, amiket visszaver, az így meg fogja zavarni az enemiket, és ezáltal újra nem fognak rád rádlőni. Kiválóan megnöveli uh, a túlélhetőséget. Guardian Grace uh, egyértelmű, hogy miért. Szóval ez lenne, ez egy régi modalás, de nagyon hatékony, nagyon ajánlom mindazok számára, akik nem akarnak Uber modokkal ki uh, cicaficázni a, a meselyükat, mint például a Rolling Guard és anyám Kinya. Oké, okay, szóval, vagy nem akarnak umbrát csinálni, uh, hogyha arról van szó. Szóval, még egyszer, ult és az első Survivor modolás, de nem ezzel a modolással mentem, én most el, ilyen hosszú Survivor-kig, de van rá esélyed, hogy elmehes ezzel is odáig. És főleg akkor jó még ez, ha nincsenek árkényeid. Na, ugorjunk át a mesára. A Prime-ra, bocsánat. Szóval, upgrade. Hölgyem és uraim, ez az első modolás, én csak úgy hívom, hogy Sanctuary modolás, azért készült, hogy a Sanctuary uh, on onslaughton túléljek. Range a kettes képesség miatt, hogyha netán nem lenne semmilyen életben tartó frame, természetesen, uh, és uh, mesa volt, hogy sétálni tudjak. Nagyon fontos, sétálás, sétálás, sétálás. Arra készült, hogy egy százas szintnél, 150 szintnél megálljál. Oké, nem menjél tovább, mert hogy az ulti előbb-utóbb ki fog halni, de 150 szintig sétálva, túlélve, simán, simán uh, fogsz tudni menni. Minden van ebbe a mondalásba, amire a mesának úgy általánosan szüksége van. Szóval, uh, Arkének szempontjából, ugye, Arkane a Pisztoly damage ad, mert itt nem csak ultiz, ultiról szól, itt arról hogy minden fegyvert használsz. Hogyha pisztolyjal ö, ö, ugye újra töltesz, akkor megnöveli a damage a pisztolyoknak, a regulátornak is megnöveli. Velocity, ö, az pedig fire rate et ad. A, ö, a regulátornak is fire rate-et ad. Oké, tehát kritikusat ütsz, fire rate-et kapsz. A fire rate egyenlő DPS. Oké, szóval minél nagyobb DPS, minél gyorsabban lősz, annál nagyobb a dps en A következő, lehetne használni ilyet is, hogy... Uh, Arcane Precision, ugye, hogyha headshotolsz, akkor megnöveli a pisztők damage-ét, és ez is hat a regulátorra. Uh, és kérdezhetitek, hogy miért nem raktam bele ezt az ulti buildbe, azért mert úgy döntöttem, hogy egy kicsit több túlélhetőséget adok a frame-nek, semmint, hogy extra damage de extra damage-et is lehetne hozzáadni. 150%-os damage nem olyan rossz, uh, csak magas szinteken inkább ne shotoljanak, leveszek egy kicsit a damage, feláldozok a damage-ből, Azért, hogy jobban éljek túl, én így gondolkodtam. Uh, de ezeket is lehetne használni. Szóval ja, uh, sima egyszerű, mint mondtam, Sanctuary madalás. Uh, következő uh, madalásom, és ez volt az, amivel elmentem uh, erre a nagyon hosszú survivor -re. És akkor hát hogy fogtok rőlni, Jézus Mária... Eh, eh, pff, Na igen, itt lesz az, amikor a társaimnak most mondom, akik velem voltak, Sinka és Sisyphus, ha végignézitek, sírva fogtok a röhögéstől. E, mert hogy mindig panaszkodtam, hogy a Healing Return nem működik olyan jól, de rájöttem, hogy a Healing Return miért nem működik olyan jól, és mindjárt meg fogom nektek mutatni, miért nem működik a Healing Return olyan jól, mint ahogy kellett volna. Ugyanis, mint mondtam, ugye a hármas képesség csak a bejövő golyókat akadályozza meg, de viszont a területi damage nem. És ezért nagyon ajánlok a mesem mellé egy Life vagy egy Healing return és uraim. Na most, a Healing Return uh, ugye úgy működik, hogy státuszolnod kell az enemit ahhoz, hogy töltse az életedet. Éké, ha túl gyorsan ölöd meg az enemit, nem lesz időt státusszal feltölteni az életedet. És én ezt a hibát követtem el. Legalábbis azt hittem, ezt az hibát követtem el. Félig meddig igen, elkövettem azt a hibát, hogy egy túl erős milli fegyvert vittem magammal, ami nagyon gyorsan leölte az enemiket, szóval az élettöltés hatékonysága nem lett volna annyira jó, de a másik hiba, amit elkövettem, és azt mindjárt megmutatom. De ez volt az a modolás, amivel mentem. Oké, egy rolling guardot bele lehet tenni az adaptation helyett. A vigorous swap helyett egy rolling guard, csak nekem nincsen meg a rolling guard, azt hiszem. Na, nincsen meg. Uh, bele lehet tenni. A rolling gun azt csinálja, hogyha gurulsz egyet, akkor halhatatlan leszel. Tehát lemegy a shield lemegy az életed egyet, gurulsz, halhatatlan leszel pár másodpercig, és addig fel tud tölteni életedet, anyám kinya mindent. Szóval a vigorous swap helyett, ami végül csak benne volt a modalásomban, csak nem figyeltem oda, a vigorous swap ugye gyakorlatilag a fegyvereket váltasz, akkor nem is boostot kapsz, ami nem rossz ugye bár alapvetően nem rossz, Rolling Guard helyett vigorous szapot tudom ajánlani, mm. uh, hogyha erről van szó. Arkane Guardian, Arcane Grace egyértelmű, hogy miért túlélés, túlélés, túlélés. Quick Thinking, túlélés. Uh, Hunter visszatölti az energiát, szóval minden a túlélésről szólt. És emiatt lény, nagyon-nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, nagyon, 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 nagyon ajánlok, mert én kardozok, értek? Kardozok, nagyon-nagyon ajánlok, egy olyan kardot, ami van van, van, van Healing Return, és van, vagy van, um, Life Strike, na de az én kardomba végül is nem volt. Elmentem úgy, egy majdnem level 500 a survivor hogy egy tetves életfeltöltő nem volt a kardomba. Csak az Arcane Grace volt az, ami töltötte az életemet, és esetleg, hogyha pont elkaptam a Trinity Blast. Mert ki elfelejtettem belerakni a Healing Return-t a Szóval, ja, ebben az esetben a Molten Impactot kivenném, és beletenném a Healing return t ide. Na most azon kívül meséltem, hogy az egyik hiba az az volt, ha a kardot túl gyorsan olyan, a Healing Return nem fog annyira visszatölteni az életed, ezért a Silvain aegis nem ajánlom magas szintű survivor csak hogyha már tényleg ilyen ezres szintre készülsz, ahol, hogy is mondjam, a kardodnak van ideje be státuszolni azt a bizonyos enemit, mert a Silvain égis az úgy tüntette el a 200 pluszos enemiket, 3 azaz a seremüket, mint ott se lettek volna. E, és én néztem, hogy mi a pöcső, nem tölt a healing return. De végül kiderült, hogy nem volt nálam healing return. Szóval a healing return tudom ajánlani szeretettel egy olyan karddal, ami nem Szilvén mert túl OP. Na jó, vigyétek nyugodtan, természetesen, Szilvén Égis, de inkább ajánlok egy olyat, hogy Dark Splitsword. A Dark Split, le, a Splitsword az iszonyatosan sokfajta damage tud előállítani, és nagyon erotikus uh, státusza is van neki, a Weeping Wounds által végképp van neki ez státusza, és uh, természetesen uh, Valószínűleg úgy lesz bele egy izért, egy uh, Riven Mondod, ezért ajánlom bele, puff, a, a healing return is problem solve. Ez a card, uh, Riven mod nélkül is gusztustalan OP, és nagyon-nagyon-nagyon hatékony. Szóval, a, és a healing return-e még hatékonyabb. Uh, úgyhogy, ja, vigyél magad el egy olyan cardot, van egy healing return, és ne essen ide, jó-jó-jó, benne van a healing return a kardomba, bukta, nincs benne a healing return a kardomba. De látjátok? Látjátok? Az Arkin Grace Guardian uh, Adapt kombinációja milyen brutálul segíti a, 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 a mesát a túlélésben, és ez elképesztően fantasztikus volt igazából, hogy egy olyan kardal, amivel nem volt benne a Healing Return, el tudta menni ilyen magaslatokig. Ez kurva jó. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon-nagyon jó, és ez a guztustalan kard, amit úgy hívnak, hogy Silva Jön durva durva-durva damage-et, mint mondta, a 300-es enemy két ütés, két ütés. Értedek? Az elsőre kapott egy státuszt, a következő ü ütésre eltűntek. Uh, nagyon erős. 12-szeres kombónál olyan durvát csinál uh, ez a... Ja igen, ezért emlékeztem, hogy benne van a Healing Return a kardomban, mert benne van, de az első modalásom, ahol korrozív van, de én ezt vittem. Mert hogy várra le damage -e, és nem elfejtettem belerakni, baszki. Nagyon durva, nagyon durva, nagyon durva. Uh, úgyhogy, úgyhogy, ja, a mesa? Survivor-re, igen gusztusan. defense re igen gusztusan. Az egyetlen olyan Warframe KB, aminek az a hatékony, magas, 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 magas szinteken. Nagyon kevés, kevese, kevés olyan Warfame az Ultia, bármit is nagyon magas szinteken tud kezdeni az enemivel, ugye? Uh -huh. uh, és a mese az egyik uh, közülük, úgyhogy... Uh, Hölgyém és uraim, nagyon-nagyon uh, ajánlom szeretettel ezt a karaktert, és... Uh, Ja, ja még, 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 még tudok mutatni a modalást, gyorsan beszélgessünk egy C modalásról, Úgy hívják, hogy Umbra, uh, Umbra Mesa, tehát Umbra Mesát is tudtok csinálni, de akkor ugyanazon feltételek uh, mellett kell csináljátok. És amit a 130-as erőtől már a 90%-os Damage Reaction megvan, uh, és akkor mit tudom én, belerakhattok uh, Energy Conversion-t is, tudom mit fogtok mondani, Energy... Uh, Energy Conversion. Tudom, hogy mit fogtok mondani, de hiszen az Energy Conversion nem működik a következőképp, az ulti képességével. Nem, nem működik az ulti képességével, de viszont a kettes képességgel, igen. Szóval felveszel egy Orbot, elnyomod a kettes képességet, és elnyomod az ultit, indirekten megbúszolod az Energy conversion Uh, szóval ja, Ultival nem működik, de Kettessel igen, és a Kettesnek ad egy boostot, uh, még 50%-os, 200%-os erőnél ugye 50%, 50 meg 50, 100%, szóval uh, ehhez hozzájön az Arcane Precision, uh, egy maxus Arcane Precision, se tudja hány, több mint 150%, de -e, mégis boostot ad, ha szóval gondoljátok végig 100, az már 250 plusz a mesának a nagyjából 400%-os, damage mégis boostja, amit az Ulti ad, szavasz! Szevasz. Szóval erről beszélek, hogy nagyon 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 durva, és akkor mondjuk Energy Conversion itt van, vegyük ki az Umbra modokat, mert kurva sok helyet foglalnak, um, és akkor dolgozzunk ki valamiféle um, ultimodolást mondjuk fel, hogy Strength, strength modok, strength, strength modok, mint az Intensify, mint egy Blind Rage, Power Dovation amúgy nem működik a mesával. Kivételesen rakjunk bele egy. hogy több pontunk legyen. Egy Steel Charge ot szerintem mert hogy csak, hogy több pontunk legyen, mert tudom, hogy bármi más is bele lehetne rakni, de akkor rakjunk bele egy. Um, is ott van, Drifting, pontosabban csináljuk úgy, hogy... Um, Augur Secrets, tessék, Power Drift, tessék, már is 268, Transistant Fortitude. Tessék, tessék itt egy uber ulti build, viszont uh, annyit fogsz jelenteni, hogy uh, 26-ot fogyasz most másodpercig, iszonyod ledarálod az enemét, de csak egy gyors burstot fogsz tudni uh, vele uh, menni. Esetleg, hogyha um, az ember megnöveli mondjuk valahogy continuity-val ezt az egészet, akkor némileg nyerhet egy kis ha minden igaz, ja, nyerhetünk egy kis Energy per Second című történetet, és hogyha még van némi pontunk egy formázás után, mondjuk itt leformáznánk ezt, akkor bele lehetne rakni egy Streamline, 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 és akkor az ide belemenne, és még tovább csökkenteni az Energy per Secondünket. Hogyha levisszük olyan 10 környékére, akkor az már több tökre barát, és tessék itt van egy másik uh, Uber Ulti uh, motorás, Precision, legyen ez, uh, pff, és mondok én másikat, legyen VeloCity, uh, mondom VeloCity, igen, legyen ez, és BIM, tessék, vagy Pistolero, teljesen mindegy, jobban inkább a Kultira fókuszálva legyen ez, és tessék, már is van egy ilyen 600%-os, rakjál bele még két formát, egy-kettő, bum, és már is kéne a teljes modellás idej. Vitality, ide pedig um, uh, mehet akármi, flow, Vitality és flow, tessék, 300%-os mesa és durván darája, tehát még erősebb ultit lehet itt csinálni. Ennyire szinten változatosan lehet modolni a mesát, mint ahogy megmutattam a prime és a Sima-mesen. Nagyon változatos karakter, és nagyon erős karakter tud lenni. Regulátor modozás, például, példának okáért parancsoljatok. De most hát tényleg ennyi volt ez a videó. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel, csatlakozz a Discordunkhoz, mi... csatlakozz a klánhoz, mindenhez link a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!